Eltűnt már mindenki a telephelyről, kiürült az udvar, és odaadta, megmutatom nektek az új kapunkat. Hát már jó ideje készül, mi már 2 éve próbálgatjuk megcsinálni, eddig nem volt rá időnk, most is azért, mert megint az udvaron forgulódnak idegenek, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy végre ideje megcsinálni a saját kapunkat. Úgyhogy itt van az a gyönyörűséges úszókapu, ugye megmutatom, hogyan működik, vagy hogy kell működnie. Látjátok, itt semmi, még motor nincs beüzemelve, még ott lógnak a vezetékek. Úgyhogy nézzük meg, hogyan is működik. Ha jól meg van csinálva egy kapu, akkor így az ujjacskádat beleakasztva, nagyjából így kell neki működnie. Látjátok, hogy különösebb erő nem tolja senki. Ennyi erővel lehet tolni. És szépen be is csukódik. Hát így kell működni a nagyjából. Megmozdítani nehéz, ugye ez egy relatív nagy kapu. 5 méter, hát 5 méter valamennyi, vagy 5 méter körül. Most nem emlékszem pontosan, mekkorára csináltuk, már régen volt. Viszont most már végre bekerült a helyére. Úgyhogy ezeknek így kell működni. Hát itt nem egy személybe járó miatt azt gondoljátok, hogy az lenne, hanem ide majd egy gyönyörű szép üveglap fog bekerülni. Még nem tudom, hogy milyen dizájnnal, de szép üveglap. Illetve itt vannak hátrébb a kerítésmezők is, akkor most már ezt is megmutatom. Ilyen csodálatos lesz, és ott azokban a háromszög részekben, itt, ott, azokban üveglap lesz szintén. Én nem tudom, hogy milyen dizájnt kap. Alapvetően ugye a cégünknek az ilyen antracit, narancssárga, ilyesmi színe van, úgyhogy valószínűleg ez is valami ilyen színt fog fölvenni, hogy valami narancssárgás üveglap lesz, valami tükrös felületet gondolok. Biztos, hogy üveget rakok bele, a 100%, csak nem tudom, hogy teszek-e még rá valamilyen nyomtatást, valami dizájnt, valami non-figuratív dolgot, vagy meghagyom simán narancssárgában. Egyébként az antracit meg a narancssárga együtt, azok nagyon-nagyon jól mutatnak, majd mindjárt megmutatom az üvegtáblán. Ugye hát itt van a kapu. A kapu úgy fog működni, hogy amikor reggel megérkeznek a kollégák, már automatikusan nyitható lesz, amikor beállnak a szenzornak a két szenzor közé, akkor a kapu automatikusan ki fog nyílni, illetve amikor áthaladnak a kapun, akkor utána automatikusan be fog csukódni a kapu. Tehát a kapu csak akkor lesz nyitva, amikor be akar jönni valaki. Kifele menet szintén, itt van az egyik szenzornak a helye, ott lesz fönállítva, illetve a másik oszlop az pedig hátrébb lesz. Ha valaki ebbe a mezőbe bejön, tehát nem kell egész a kapuig elmenni, hanem egy ilyen 2 méterre megközelíti a kaput, akkor automatikusan a kapu ki fog nyílni. A túloldalt szintén ugyanígy fog működni, hogyha ott is kívülről egy olyan 2 méterre megközelítik a kaput, akkor automatikusan ki fog nyílni. Illetve lesz rajta még egy biztonsági szenzor is, ami ott az oszlopon lesz fölfúrva, illetve itt a másik oszlopon is szintén lesz egy szenzor. Ha esetleg valaki a két kapu között megáll valami miatt, és a kapu úgy dönt, hogy be akarna csukódni, akkor ne tudjon ugye becsukódni, ne tudja rácsukni az autóra, úgyhogy ezért lesz szükség erre. Igazából 3 pár szenzorra lesz ez megoldva. Biztos felmerült így bennetek, hogy hát ez tök jó, hogy ide beáll valaki, akkor az miért jó az, hogy kinyílik a kapu, hisz munkaidő után is lesz rajta egy időzár, hogy egy bizonyos idő előtt nem nyílik ki, meg egy bizonyos idő után sem. Tehát ilyenkor már, amikor nincs itt senki, ilyenkor már nem fog automatikusan kinyílni a kapu, nem csak távirányítóval. Erre a kibe nyitogatásra azért van szükség, mert egyrészt sokan vagyunk, nem akarok mindenkinek távirányítót adni, másrészt az ügyfelek is jönnek be, nem akarom mindig, hogy nyomkodni kelljen, hanem hogy legyen egy automata módja ennek a dolognak. Viszont azt se szeretném, hogy ez a kapu állandóan tárva nyitva legyen, és itt kibe járkáljon bárki bármikor, hanem tényleg csak akkor, amikor nyitva vagyunk. Lesz rajta egy ilyen programozható időzár, amikor abban az időben lehet csak nyitni a kaput ilyen relatív egyszerű módon, amikor itt a műhely is nyitva van. Na nézzük meg még egyszer, hogyan működik ez a dolog. Hát vannak rajta még ilyen festésjavítások, most lett berakva, sajnos leverődött itt-ott. Ez minden kapu beépítésnél egyébként előfordul, ezeket be szoktuk javítani. Most is be lesz javítva, csak már a fiúknak nem volt rá ideje. Úgyhogy a működés az, hát most kifele lehet egy picit nehezebben indul meg, de nem is. Ez az, gyerünk, mennyi. És akkor innentől egyébként már tök jól gugó. Szerintem magától megy.
Ez ennek úgy kell, és oda fog csapódni. Nem egész jól megállítottam, jól van. De itt vannak fölül két pár vezető görgő van, ezt megmutatom. Négyet terveztem bele, de itt egy direkt nem lett beépítve, mert felesleges volt a végén. Elég nagy a kapu, nem akartam, féltem, hogy elkezd majd imbolyogni, mikor húzza majd a motor, bár ez még előfordult, de a második pár vezető miatt nem fog már valószínűleg imbolyogni. Szépen fogja tolni a motor. Ide bekerült ugye egy görgő, ami szépen ebben a vájúban megy. Jobban nem tud megállni a koszpor semmi, mert ugye lefele van a vájú. Illetve a kapu kapott egy elég combos görgőszettet is. Nem tudom, remélem látszik. Nem tudok ennyire lehajolni, de ott vannak a görgők. Ezek egész nagyok, tehát ide előre benyúlnak a görgők. Nem egy ilyen picike gyerekjáték, hanem egy komolyabb cucc, hogy még véletlenül se legyen probléma. Itt van a fogadóoszlop, amin ugye most rozsdamentes csavarokkal van egyébként fölrögzítve. Ezt mindig így csináljuk, hogy rozsdamentes csavarok rögzítik. Így ez a távtartó része, hogy a faltól a kapu egy picit el legyen tartva, ez nagyon, nagyon erősen állít, illetve még a talpat is lecsavaroztuk itt alul, hogyha esetleg jobban nekicsapódik a kapu, akkor se legyen esetleg az, hogy kimozdul, vagy bármi ilyesmi. Na, szóval itt tartunk, még egy érdekességet mutatok, azt nem nagyon szokták, nem leszoktam látni más kapukon. Van itt egy ilyen kis rozsdamentes alkatrész. Ez azért van rajta a kapun, hogy amikor becsukódik, akkor előre a felületről, az oldaláról, itt ne tolja le a festéket. Egy ilyen villa közé megy be, ami a túloldalon van, és az a villa gyakorlatilag itt hozzáér ehhez a felülethez. Viszont ehhez nem tud hozzáérni, mert ez a sík, ez egy 2-3 mm-rel, ha megnézed, ott kíjebb van, mint maga ez a sík. Ezáltal a kapunk, ahogy itt becsukódik, nem dörzsöli le erről a festéket. Ez egy ilyen kis praktikus dolog, hogy ne nézzen ki ocsmányul a kapu, és akkor érdemes föltenni rá. Nem muszáj rozsdamentes acélból lennie, lehet szénacélból is, csak organizáskor kerüljön föl, ugyanis azért az kopik, és ne rozsdásodjon a kapu. Igaz, hogy csak az él tud rozsdásodni, de az se rozsdásodjon. Mi általában ezt rozsdamentes acélból rakjuk föl. Tehát ez is most itt rozsdamentes acélból van. Hogyha a kapuval együtt föl van hegesztve, akkor is rozsdamentes acélból készül el. Tehát a szénacélra ráhegesztjük a rozsdamentes acélt, és úgy lesz beépítve. No, hát köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a kis videót. Ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, ha van kérdésed, akkor meg itt lent a mezőbe várom. Szervusz!